Napokon belül csődbe mehet a világ egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező utazási irodája, a brit Thomas Cook. A vállalatnak gyakorlatilag azonnal szüksége van 200 millió fontra, azaz nagyjából 75 milliárd forintra, különben nyaralók százezrei kerülhetnek bizonytalan helyzetbe. Bár a cég tulajdonosi körének átalakításáról sikerült megállapodni, többek között egy kínai befektetőcsoport részvételével, az 1 milliárd eurós üzlet most veszélybe került, mert a vállalat hitelesei több pénzt kérnek. A Thomas Cooknak több mint 20 ezer alkalmazottja van, és 600 ezer ügyfele tölti éppen a nyaralását, főleg britek, németek és skandinávok. Ha a cég csődbe megy, majdnem 200 ezer brit állampolgárt kellene hazatelepíteni, többet, mint békeidőben, korábban bármikor. A vállalatot több mint 180 éve alapították, évente 22 millió ügyfelet utaztat, és van 4 saját légitársasága is. Ha nem sikerül átvészelnie a válságot, 2 éven belül a második nagy utazási cég lehet, amelyik csődbe megy az Egyesült Királyságban. 2017-ben a Monarch összeomlásakor a brit kormány mindenkintreket turistát hazaszállított.